A nevem Vajtó László, arra vállalkoztam, hogy bemutassam nektek a legérdekesebb túrákat az országban és az országhatáron kívül. Utam során részt veszek az extrém kalandokban, felfedezek történelmi helyeket és megkóstolom a helyi ételeket is. Tartsatok velem! Úgy, hogy újabb Vajtóvilágra indulunk, vagyis kezdenénk bele. Bevallom őszintén, ez talán egy picit ilyen külön kiadásnak tűnik. Törökországba készülök, azon belül is Szide és Alanya közé, hiszen ott foglaltam szállást a Stella Beach-en. Nektek mutatni Szidét, vagyis a történelmi belvárost, annak is a kikötőjét, és még amit csak tudok belőle, bemutatjuk majd a hotelt, de el fogunk látogatni Pamukkáléba, és az ottani régészeti ásatásokba, az ókori városba, érdemes lesz majd velünk tartani. Na de milyen szolgáltatások is vannak még Törökországban? Tudtátok, hogy például terepbagizni is lehet, vagy raftingolni a török hegyekben, a vadvizeken? Ezt is ki lehet próbálni, de lehet éppenséggel folyók fölött átcsúszni kötélpályán, vagy esetleg valamilyen vízi vidámparkot kipróbálni. Természetesen a tenger az, ami legjobban vonzza az embereket, hiszen itt a földközi tenger rengeteg lehetőséget rejt búvárkodásra, teknősökre, vagy esetleg vagy kis hajókirándulásra, emellett pedig számos program vár még minket, ugyanis szeretnénk búvárkodni. Állítólag itt olyan búvárparkok vannak, amelyekben merülni is lehet, de van delfinshow is, amikben delfinek, rozmárok, különböző fókák és egyéb állatok is szerepelnek. Én mindig is szerettem az ilyesmit, na de nem is szaladjunk előre, mutatom nektek, hogy mi is található Alanya és Szide között Törökországban. Nap Alanyához érkezünk, de nem menjünk be egészen Alanyáig, hanem csak idáig jöttünk el a Delfinshow-ig. De nem csak Delfinshow van, hanem van egy vízi vidámpark, és megmondom, először bosszus voltam egy picit, hiszen majdnem 80 ezer forint volt a belépő négyünknek. Viszont amikor bejöttem, akkor utána láttam, hogy mekkora területezés, miket is lehet itt csinálni. Tegyük hozzá, egy ebéd is benne van ebben a dologban. Ez egy igazi gyerek, illetve családi paradicsom, ahol most vagyunk, hiszen furcsa volt, hogy hideg a víz, nem fűtik a medencét. Aztán rájöttem, hogy miért. Ugyanis a búvárkodás tényleg komolyan veszik. Ha bemegyünk a medencébe, akkor lehet egyébként búvárkodni, kapunk ingyen szemüveget, és tényleg halak úszkálnak benne. Van olyan rész, ami 6 méter mély, és korintoszi oszlopok vannak benne, amelyek görög oszlopokra utal. Na de van itt azért olyan rész, ahol körbe lehet menni az egész parkon, nyilván a vízben. Itt a hátam mögött lévő folyosón van különböző vízesések, kalózhajó, és hát a kalózhajón is csúszdák, és több csúszda van itt elhelyezve. Lehet rájákkal úszni szinte ingyenesen, és ami érdekes, a cápával való úszás, ugyanis az a helyzet, hogy egy ilyen nagy ketrecbe engednek le a cápákhoz, ez plusz 10 euró, de le lehet menni a cápákhoz, és meg lehet nézni őket egészen közelről. A Delfinshow megint csak egy egészen különleges dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk megnézni azt is. A mai nap itt leszünk Alanyába, este pedig benézünk még a városba is. Úgyhogy tartsatok velünk!
ugye van két szeme, és nagyon-nagyon ijesztő, amikor pont most egy rája, így eljön közel, mert igazából nagyon nagy. Delfinsóra érdemes átmenni, ilyenkor kihozzák a delfineket, akik csodálatos mutatványokat végeznek, hiszen a labdákat ütögetnek el, illetve karikákon ugranak át, és hát fel is pocsolnak szinte mindenkit, akit csak lehet, ki is van írva, hogy melyik az a rész, ahol bizony fel fognak pocsolni. Én biztos, hogy odaülök, egyébként szerettem volna vizes lenni. És rozmárok is vannak, és nem csak vannak, hanem ők is bizony megmutatnak ezt is, azt is. Tudtátok, hogy például énekelni is tudnak? Az éneklésen felül labdáznak, és nagyszerű látvány nyújtanak mindenkinek, bevonják a közönséget is, több mint egy órás műsor, amin részt vehetünk. Őszintén nagyon jó napot töltöttünk el egyébként itt, hiszen nagyon jó volt a fürdő, a sodrás elképesztően tetszett, illetve a Delfin Show több mint egy órás volt rozmárokkal, fókákkal, delfinekkel, elképesztő látványos volt, még engem is bevontak, úgyhogy táncolhattam, de valószínűleg rosszul táncoltam, hiszen a delfin egyből le is fröcskölt minket vízzel, vagy legalábbis engem biztosan. Én azt gondolom, hogy ha valaki itt jár egyébként Alanya és Side tájékán, ezt nem érdemes kihagyni. Nem olcsó, ezt hozzá kell tenni, viszont elképesztő élményt tud nyújtani ez a park. Búvárkodtunk, sodrásban voltunk, nagyon jókat napoztunk, illetve az étel is nagyon finom volt, hiszen halat ettünk zöldséggel és különböző gyümölcsökkel, legfőképpen dinnyével. Egy egész napot el lehet itt bent tölteni. Tényleg nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt, lányok? Jó volt. Ugye menjünk még tovább, mert sok mindent meg akarunk nektek mutatni, meg fogjuk mutatni Sidét, Alanyát, illetve szeretnénk elmenni Pamukkáléba is, úgyhogy ezeket mi mind láthatjátok majd a mi szemünkkel, na meg hát azt is, hogy mit lehet csinálni a tengerparton, mert gyönyörű hajókat látok errefelé, hosszú még a műsor, úgyhogy figyeljetek rám.
egy szőnyeg üzemben vagyunk Törökországban, ízzel készítik őket, amennyire le tudtam belőle venni, és maga az anyag is, ennek a kézzel készített anyaga elképesztően puha és nagyon-nagyon erős anyagú, úgyhogy nagyon hosszú és nagyon hosszú élettartalmak örvendenek. És az érdekesség, amiket itt végigmutatnak nekünk, hogy az eszközök is itt vannak, amelyek készítik őket. Ezek kézzel és ezekkel a régies, mondjuk úgy, hogy mechanikus gépekkel készülő szőnyegek, amiket egyébként még úgy készítenek el, ahogyan azt a régies időkben is. Érdekesség egyébként hozzátenni, hogy nem repül egyik se, úgyhogy erre nagyon figyeljetek oda. Menjünk végig, és megmutatom nektek, hogy hogyan készülnek pontosan a török szőnyegek itt, azok, amiket nem géppel készítenek el. Pamukkális kirándulásunk egyik állomáspontja egy igazi szőnyeg készítő üzem. Képzeljétek el, itt török szőnyegeket készítenek, ezeket mutatják be nekünk, megmutatják, hogy hogyan néz ki maga a szőnyeg készítése, és utána a szőnyegeket is meg lehet vásárolni, vagy meg lehet rendelni. Nem számítanak arra, hogy valaki teljes összegeket kifizet egy szőnyegért, hanem ez úgy működik, hogy akár magyar pénzben 7-800 forint is lehet egy szőnyeg. Befizetsz mondjuk 100 vagy 200 forintot, felírják a nevedet, címedet, kiválasztod a szőnyeget, elkészítik neked 2-3 hónap alatt, és utána kipostázzák arra a címre, amelyeket te szeretnéd, és akkor kell a második felét kifizetni. Azt mondták sokszor, hogy a török szőnyegek szinte egy életre szólnak, megmutatják azt, hogy pontosan hogyan készülnek, milyen alapanyagokból és milyen eljárás során. Ezek a szőnyegek gyakorlatilag olyan minőséget képeznek, hogy sok száz évig is szőnyegek maradnak, könnyű a takarításuk, illetve nagyon szépek. Megmondom őszintén, a legjobban, ami tetszett, az Don Quixote volt, és hát mellette pedig Sancho Panza szerepelt az egyik szőnyegen. Volt egy olyan szőnyeg, amelyiken az utolsó vacsorát is lehetett látni. Kicsit áldogáltam is előtte, itt jön azért a történelem ugye a fejembe, hogy hogyan is kerülhet egy oszmán országba egy keresztény jelkép. Ezt is meg lehet vásárolni annak, aki szeretné, mint ahogyan a többi más ezernyi szőnyeget, ami itt megtalálható. Mondjuk nekem legjobban az Aladdin féle szőnyegek tetszettek, ezek a szép pirosak, rá is álltam az egyikre, de nem akart repülni, pedig ha repült volna, esküszöm megvettem volna. Kezdtünk Pamukkáléba, gyorsan le is kaptam a pólót, hihetetlen egyébként a látvány, gyönyörű, szép a kilátás. Nem fogjátok elni, de Egerszalók egyébként a testvérvárosa egynek a helynek, ugyanis ott is lehet látni ilyen sódombot, de ilyet nem.
ez iszonyatosan nagy, és tele van ilyen különböző ilyen teraszokkal, és ezeket a teraszokon fürdeni is lehet. Meleg víz van benne, bár egyébként jó lenne a hideg is, hiszen odafenn 30 fok fölött van a hőmérséklet. Úgyhogy érdemes egyébként, hogyha valaki Törökországba jár eljönni ide, tudom, reggel 5-kor kellett indulni, és sokat végig utaztunk, viszont nagyon megérte a látvány. Most meg fogom nektek mutatni Pamukkali teljes egészébe, gyönyörű szép helyen járunk. Pamukkale, mely szó szerinti fordításban gyapott várat jelent, a világ egyik ritka csodája és az UNESCO világörökség része. A természeti képződmény Törökországban található 17 kilométerre Denizli városának északi részétől. Hófehér mészkő medencéket a földfelszín alól feltörő kálcium-hidrogén-karbonátban és szén-dioxidban gazdag körülbelül 35 fokos forrásvíz hozta létre. A helyet már az ókorban is látogatták, mint gyógyfürdőt. Pamukkale környezetében több melegvízű forrás is található, melyet az újonnan épült gyógyfürdők és szállodák is használnak. Pamukkale emiatt a modern gyógyturizmus egyik célpontja lett. Nem fogjátok elhinni, Pamukkale testvérvárosa Eger. Átlagos tengerszint feletti magassága 360 méter, 100-150 méterrel emelkedik a Lykosz folyó síksága fölé, időszámításunk előtt 1900 körül már lakott volt, őslakói a Luvik, időszámításunk előtt 550 és 500 között a hely neve Idrara volt, és a Lykosz völgyében elterülő Hydrala településhez tartozott. Hydrala irányítása akkor kezdődött, amikor II. Attalosz pergamoni király templomot építetett a hegyen, amely hely később Hierapolis városává nőtte ki magát. A legenda szerint II. Euménosz pergamoni király lánya váratlanul megbetegedett, és a tudós doktorok nem találták a baját. A király jutalmat ajánlott annak, aki meggyógyítja. Egyszer felbukkant egy idős orvos, aki azt javasolta a királynak, vitesse leányát a közeli hegyre, ahol gyógyító erejű forrás fakad. A leány vegyen fürdőt és igyon a vízből. Miután a király lánya valóban meggyógyult, II. Euménosz várost építetett a helyre fürdőkkel. Tegyük hozzá, hogy ez a város most is itt van. Igaz, a nagy része az csak kövek és sziklák, de látni az épületek helyét, meg lehet nézni a templomot, hiszen ott vannak még az oszlopok, megvannak a temetkezési helyek és a sírkamrák is, de ami legjobban lenyűgözött engem, az a színház. A színház, amelybe be lehet menni és meg lehet nézni, hihetetlen magasságok, elképesztő monumentális építmény, kipróbáltam az akusztikáját is, és tényleg olyan, amilyennek mondják, hiszen odalent a színészeknek, tudjátok jól, még nem volt hangosítás, hiszen akkoriban nem volt elektromosság, nem voltak kábelek, nem voltak hangfalak, hanem a színészek bizony úgy játszottak, ahogyan a szöveget elmondták, jó hangosan kiabálva, és ezt lehetett meghallgatni oda bent a tömegnek.
Pamukkale egészen érdekes volt, meg tudtuk nézni a fürdő részét is, na meg természetesen az óváros részét is. Onnan hazafelé jót sikerült aludni a buszon, hiszen éjszakára értünk vissza a szállásra, de mindenképp érdemes volt elmenni és ezeket az élményeket begyűjteni. A Stella Beach Hotelén azt gondolom jó választás volt. A medencéje egészen jó vízű, hiszen nem volt hideg, nem volt meleg. Nagyszerű a kiszolgálás és csodálatos ételeket is készítenek. A sütemények lenyűgözőek voltak, a tortákat minden este vártam. De képzeljétek el, hogy az ételekben is rengeteg féle volt. A halas ételek nagyon finomak voltak, a saláták nagyon-nagyon jó ízűek, és amit odakint sütöttek, azokat is minden este vártam. Nagyon finom ragukat készítettek, és ezek a raguk elképesztő finomak voltak. Érdemes egyébként ide érkezni, reggelente omlettet ettem, vagy valamilyen tojásos ételt, hiszen legalább 4 vagy 5 féle tojásos ételt készítettek ott helyben előttünk. Közel volt a part, hiszen könnyen le lehetett menni a tengerpartra, gyakorlatilag egy pici séta, ami azt kell, hogy mondjam, kb. 15 lépésből állt, és már is ott voltunk a kavicsos parton. Hotelban szinte minden megtalálható, saját kis csúszda parkja van, nagyszerűt lehetett benne csúszdázni. Esténként műsorok vannak, én még bingózni is bingóztam, pál van, táncok vannak, gyerekműsorok, és napközben is számos programot készítenek az animátorok, akik folyamatosan fitness mozgással, dárccal, vagy esetleg vízilabdával, vagy volleyballal, vagyis röplabdával várják az ott nyaralókat, vagy pihenni vágyókat. Bent a hotel aljában egy kisebb medence is megtalálható, illetve gyerekklub, valamint fodrászat. Én is hajat vágattam és borotválkoztam is. Még a hajakat is ők fonják, hiszen a gyerekek haját is befonták egészen szépre, hiszen olyan fonást csinálnak, ami hetekig kitart, és érdemes egyébként velük megcsináltatni, hiszen nagyon látványos és nagyon szép hajakat tudnak elkészíteni. De nem volt messze sem Szidétől, sem Alanyától, így könnyedén lehetett közlekedni ide is, oda is. Én ajánlom mindenkinek, nagyon jók voltak a szobák, és a halban is nagyon kényelmesek azok a fotelek. Egészen jól el lehet ott dikózni addig, amíg várjuk a buszt, amelyik éppen jön értünk valamelyik kirándulásra.
Közben megérkeztünk Szidébe, a történelmi városba, úgyhogy már ezt próbálom nektek bemutatni. Városnéző kis buszokkal lehet körbejárni, én magam sem tudom, mit fogunk látni Szidébe. Annyi biztos, hogy tengerpart melletti városról van szó, hogy meg fogjuk nézni a tengerpartot is, illetve Szidének a történelmi jelentőségét is be fogjuk majd mutatni, hiszen itt azért látni a történelmi romokat, színházat, templomokat, épületeket és minden mást. Ugye ezt is megpróbáljuk nektek amennyire csak tudjuk bemutatni. Na meg hát körbejárni az egészet, van összesen 4-4 és fél óra hosszánk rá, reméljük elég lesz. Amint megérkeztük, eleve elképedtünk, hiszen egyből egy régészeti ásatásra érkeztünk. Ott is lehetett látni például a színházat, de nekem egy picit gyanús volt. Szerintem inkább Gladiátor aréna, mint színház az, amit látunk Szidében, de lehet, hogy tévedek. Szide egyébként Törökország Antalya tartományának Manavgat körzetében fekvő városa, melynek történelme időszámításunk előtt a 7. századig vezethető vissza, ma vonzó turista célpont a török rivierán. Belvárosban számos üzlet található, rengeteg érdekességet meg lehet vásárolni, hiszen rengeteg olyan bazár van, ahol azért a tányéroktól, különböző ékszerektől és játékoktól kezdve szinte minden beszerezhető. Eukaliptusztea. Itt beleszagolok és azt a... Hát ilyen hihetetlen, elképesztő illata van. Családi vállalkozásban vagyunk egyébként Szidében, ahol az úriember és a családja már évek óta készítik ezeket a különböző teaporokat, illetve különböző ilyen nugátokat és süteményeket, meg édességeket. Tök jó, hogy bejöttünk, hiszen már csak az illat is érdekes belőle. Nagyon finom, biztos, hogy viszünk haza valamennyit belőle. Maga az innivaló is finom, de a nugátok és ezek a finom sütemények, ez elképesztő jó, érdemes kipróbálni. Az üzleteken túl gyönyörű szép kikötőbe érkezünk, ahol mindenféle hajókkal várnak minket az ottani hajósok. Például kalóz hajókkal, én még Davy Jones-t is láttam az egyik hajón, ki lehet hajózni, természetesen a földközi tengerre, és különböző programokat csinálnak ott velünk, hiszen hogyha kimenjünk, még habparti is van egyébként ezeken a kalóz hajókon, lehet vízbe ugrálni, horgászni, és hát tényleg nagyon-nagyon sok mindent csinálni, úgyhogy igazán érdemes egyébként elindulni velük egyet hajózni. Nagyon-nagyon tetszik egyébként a fagylalt, a török fagyi nem csak hogy látványos, de nagyon finom is, különleges állaga van, hiszen a török fagyit ki lehet venni egy az egybe magából a tégelyből, amiben tartják, és az a só, amit leadnak hozzá, az nekem rettenetesen tetszik. Okay, ice cream. Oh, papa, okay. Ice cream. Oh, papa, yakala. Face side. Yes. Ay. Oh, give me the five. Okay, princess. Ay. Okay, yes. Bye, bye. Jadi.
Megálltunk egy picit labdázni, megkóstoltuk a helyi ízeket, benéztünk a bazárokba, megkerestük a helyi strandot és fürödtünk is egy kicsit még naplemente előtt. Szinte nagyon szép, akinek van kedve, annak mindenképpen érdemes ide ellátogatnia, sőt, hogyha valaki ide jön nyaralni, azt gondolom a legjobb helyen van. Egy egészen extrém túrára is ráadtuk a fejünket, hiszen elindultunk raftingolni, terepbagizni és kipróbálni egy igazi vízi játékparkot is. A Kopriu folyóban fogunk majd raftingolni. A rafting egyébként vadvízi evezés jelen nagy részében, tehát egy hatalmas egy csónakba fogunk beülni, mentőmellényben, bukósisakban fogjuk majd a lapátokat és elindulunk. Egy Németországból érkező srácokhoz kerültünk, de volt benne szinte mindenféle, hiszen arab származásúak is voltak, bár német állampolgárok. Elindultunk velük és mentünk több csónakkal végig. Van, ahol egészen könnyedén lehetett evezni, de azért voltak olyan részek, ahol kiabálták, hogy extrém, extrém. Ilyenkor azért elég erősen oda kellett figyelni és kapaszkodni a csónakba, hogy nehogy beburuljunk a vízbe. Volt olyan, aki fogta magát és belevetette magát a vízbe, ami felfrissítően hideg, hiszen odakint meleg volt, a víz viszont nagyon hideg. Egy igazi hegyi folyóról beszélünk, a hűs hegyi folyóról. Röcskölt a víz fölfelé, és egymást is pocsoltuk a vízzel, úgyhogy jól esett a hideg víz egy darabig, amíg utána nem fázott az ember. Természetesen itt is voltak megállók, ahol meg kellett állnunk, és vízi büfé várt minket itt is, ott is. Több mint egy órát raftingoltunk, és nagyon jó érzés volt, bár megmondom őszintén, hogy én akár még 3-4 órát is el tudtam volna belőle viselni, sőt, mentem volna egy kicsit extrémebb helyekre is, bár egyébként elsőre ez is pont elég volt. Raftingolás után pedig visszaérkeztünk a bázisra, ahol átültünk a terepbagikba.
terepbagi egy teljesen más élmény, mint a rafting. Itt ugye beültünk kettesével ezekbe a bagikba, beindítottuk őket és elindultunk fölfelé a hegyeken végig. Mentünk folyókba, sárba, mocsárba, kavicsos részen, köves részen és szinte mindenfelé, amerre csak lehetett. Érdekes túrát sikerült nekünk összehozni, a végére jól be is sározódtunk, de ezeket meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan is néz ki egy igazi terepbagi túra. A terepbagi túrán itt Törökországban, meg lehet nézni, hogy itt a karomat tiszta sár az egész, és hát az a helyzet, hogy nem csak ezen vagyunk túl, hanem a raftingoláson, és utána volt egy finom ebéd, majd az ebéd után elmentünk egyet túrázni. Hancsi, gyere csak! Azért Hancsi volt velem sokáig a sárban, hiszen azért voltak sáros részek is. Amikor átmentünk vizen, sáron, mindenen, ő is jó sáros lett. Milyen volt? Hát, igazából nagyon hideg volt a sár, mert apával kipróbáltuk, hogy sárba fürödjünk, mert ugye behíztunk, és jöttek ilyen nagy torcsák, és egyből apa így bekapcsolta a gázt, indította, és már át is mentünk rajta. Nagyon hideg volt, de igazából nagyon élveztem. Vannak olyan részek benne, ahol nagyon oda kell nyomni ahhoz, hogy ne ragadjunk bele a vízbe. Ezek mindig érdekesek, hiszen nem tudja az ember eldönteni, hogy milyen sebességgel menjen. Mi viszont azért jól odazúztuk, viszont ilyenkor, hogyha jól odamész és jól megnyomod a gázt, akkor minden ömlik befelé, a sár, a víz, szinte minden a bagiba. Úgyhogy el kell dönteni az ember, hogy bele akar ragadni, vagy pedig menni akar tovább. Mi nagyon élveztük a dolgot, most pedig hátra van még egy ilyen fun park. Az a lényeg, hogy elmenjünk ide a folyóba, és ott egy ilyen felfújható játszótéren fogunk majd játszani. Utána pedig irány vissza a szállásra. Van még mit megmutatni, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk. Mehetünk játszani? Igen! Mehetünk! Az extrém nap végére azért a lányoknak még volt kedvük kötélpályán csúszni, így azt is meg tudjuk nektek mutatni, milyen az, amikor a folyón keresztül csúszik valaki. Hancsi és Zsankóca bevállalták, úgyhogy rájuk kötötték a hámot, felakasztották őket a kötélre és meg is laudították, gyakorlatilag átcsúsztak a folyó másik oldalára, onnan pedig vissza ide, tehát kétszer is csúszhattak egy csúszáson belül. Na de emellett ki lehetett próbálni azt a csúszdát, amelyik egyenesen a folyóba vezet, illetve volt azért vízi vidámpark is, végig gondolva terepbagi túra, raftingolás, kötélpályán csúszás, majd esetleg csúszdázás és vízi vidámpark, azt gondolom ennél extrémebb napot nem lehet összehozni. A végén azért jó volt aludni a buszba hazafelé, visszaérkezve a hotelba, egy jó vacsora, egy kellemes alvás, és tudom, hogy holnap egy picit pihenni fogok a parton. Utolsó napra beterveztünk még egy kisebb túrát, ugyanis arra gondoltunk, hogy hajózni fogunk egyet. Bizony hajóztunk, hiszen a szállodának van egy olyan szolgáltatása, hogy lent a parton be lehet fizetni egy Teknősziget kirándulásra. Ez ugye hajóval történik, beülünk egy nagyobb hajóba, és elindulunk a Teknősszigetre. A Teknősziget nem azért Teknősziget, mint mondjuk Görögországban, hogy teknős alakja van, hanem rengeteg teknőst lehet látni körülötte. Így a hajóban először is elkezdtünk teknősöket keresgetni, és tényleg előbb-utóbb jöttek a teknősök, amik nem ezek a picik
gyerekeik voltak, mint nálunk az akváriumban, hanem akkora teknősök, mint legalábbis én. Tényleg hatalmas teknősöket lehetett látni, gyönyörű szépeket, nagyon nehéz volt őket levideózni vagy lefilmezni, hiszen csak a hajóból tudtuk megnézni a vízfelszín alatt őket, de amikor megnéztük a teknősöket, utána volt egy kis szabad program, lehetett menni búvárkodni, na ott már nem sikerült teknősöket találni, viszont a hajóból abszolút hatalmas nagy teknősöket láttunk és gyönyörű szépek voltak. Jól esett egy hajókirándulás, legalább kívülről is láthattuk a környéket, egészen Alanyáig vagy Szideig el lehet látni a tengerről, és amennyire láttam, komoly tengeri élet is folyik, hiszen itt a motorcsónakokból azért nem kis túrákat lehet szervezni. Van olyan például, akit motorcsónakkal húznak, méghozzá egy hatalmas nagy ejtőernyővel, így felszállhat egészen az égre, és onnan felülről szemlélheti Törökországot, vagy legalábbis itt a török rivierát és a partot, egészen különleges élmény lehet, de lehet búvárkodni, sokan jönnek búvárruhákban, szemüvegekkel, mindenféle felszereléssel, és nagyon sok olyan érkezik ide, aki csak hajókázni szeretne, megnézni a teknősöket, vagy csak szelni a habokat. A legnagyobb élmény pedig talán a jetski, sokan bérelnek jetskit, és azzal próbálnak egyre beljebb menni. De érdemes volt egyébként a hajókirándulásra is benevezni, másnap indulunk haza, úgyhogy gondoltuk, hogy erre a napra még ezt megpróbáljuk nektek megmutatni. Véget ért ez a török út, egyéb sok mindent meg tudtunk benne nézni, nagyon örülök neki, hogy bemutattam nektek a hotelt is, azt el kell mondanom, hogy nem érdemes hallgatni sosem a rossz nyelvekre, arra sem, hogy mit kommentelnek, el kell jönni, meg kell nézni és meg kell tapasztalni. A szoba tiszta volt, az ételek rendkívül finomak voltak, aztán mennyi dinnyét már rég nem ettem, nagyon finomak voltak a sütemények és hát a húsok is, a reggeli is, az ebéd is és a vacsora is, és hát közben pedig hamburgereket és különböző ételeket lehetett kóstolni, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom. Azt kell mondjam, Pamukkale valami csodálatos volt, ha egyszer valaki Törökországban jár, ezt soha nem szabad kihagyni, hiszen Pamukkale a világ egyik csodája szerintem. Gyönyörű volt az ásatás is, és ott feküdni ezekben a medencékben hihetetlen élmény nyújtott. Na de hát emeljük ki azt is, hogy a Delfin Show-nál is jártunk. Valami nem csak a Delfin Show-t tekintettük meg, hanem azt a vízi vidám parkot, amivel búvárkodni is lehetett, hihetetlen, mint hogy Atlantisban búvárkodhattunk volna, pedig ez egy medence volt, de volt akár még 6 méteres része is, hogy az ember tudjon igazi búvár élményt kapni egyébként egy strandon. Aztán mellette kipróbáltuk azért a tengert is, elmentünk hajókirándulásra, így az utolsó napra még jutott belőle is egy kicsi, és hát megnézegettük a hatalmas nagy, hát hogy mondjam nektek, turtle-nek mondják itt egyébként angolul, viszont ugye a teknőcöket, sajnos őket közel nem tudtuk, de a hajóról láthattuk őket. Nagyon szép volt az is, és hát maga a földközi tenger is nyújtott nekünk hatalmas élményeket. A hátam mögött pedig már elindultak a bulik, megy természetesen a minidiszkó is, hát mindenféle szórakozás és móka, hiszen hotel-hotel hátán rengeteg animátor, rengeteg program, rengeteg szórakozás. Én még a pazárba szeretnék kimenni, kicsit mászkálni, vásárolgatni. Na de, azért azt ne felejtsük el, hogy raftingoltunk is, bugiztunk is, illetve minden extrém dolgot kipróbáltunk ezen az egy héten. Mondom az őszintét, az egyhetes pihenőből egyhetes elképesztően sok futás, lótás és egy gyakorlatilag rengeteg program és élmény lett. Én egy picit el is fáradtam benne, ha hazamegyek, lehet, hogy még pihenni is fogunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és azt is, hogy legközelebb is velünk lesztek. Most pedig én is megyek bazározni. Sziasztok!